A 2022-es városnapján a városi nagydíjak közül a Hajdúnánás ifjú reménysége díjat Barna Anikó kapta. Hát ő egy ifjú, tehetséges népzenés, citerán, kobzon játszik, a Zeneakadémia növendéke, és mindemellett, kedves nézőink, sorolom tovább, hogy mi mindent is csinál még. Tagja a Helka együttesnek, örömzenélés a Fonó Budai Zeneházában, az Óbudai Népzenei Iskola kis muzsika programjának részese, a Zeneakadémia gyakorlóiskolájában a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium népzenetanára, és hát, mint említettem, nem mellesleg a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatója, Citera Kobosz tekerőművész tanár és népzeneelmélet tanárszakos hallgatója. Hát azt gondolom, hogy azért ez nem kevés, tehát azért ez már egy termetes elfoglaltságot jelent. No hát mindezekről fogunk beszélgetni Anikóval, aki ugye most el tudott jönni ide a stúdióba, és beszélgethetünk arról, hogy hogyan is indult ez az egész, és hol tart most jelenleg. Üdvözlöm, kedves Anikó! És hát már felnőtt. Én emlékszem még arra, amikor ilyen pici kislány volt, és zeneiskolai hangversenyeken és más egyéb helyeken találkoztunk, de hát azóta már felnőtt hölgyé vált, és hát, mint említettük is, nagyon-nagyon sok mindent csinál, végez. De azt gondolom, hogy ez a Hajdúnánás Ifjú Tehetsége díj egy nagyon-nagyon megfelelő helyre került, hiszen mind a mellett, hogy ezeket végzi, azért versenyeken, megmérettetéseken is nagyon-nagyon szépen szerepelt, Vas Lajos nagydíjas, azért gondolom, hogy ezt azért ilyen fiatalon nagyon kevesen tudhatják magukénak. No de, induljunk el a családtól, a gyökerettől, hiszen ilyenkor azért általában végignézzük azt, hogy vagy visszamegyünk időben, hogy hogyan is kezdődött ez az egész, hiszen ha a családi vonalat nézzük, akkor anyai ágon a nagy hírű Pásztor Máró família leszármazója, mégpedig nem is akárki. No, meséljen erről egy picikét. Igen, édesanyám ő Máró Erzsébet, neki az apukája Máró Antal, és az én déd nagyapám, ő Máró Mátyás, aki gulyás volt. Ő egyébként citerázott, volt egy saját citerája, amit én előrökölhettem a halála után. Most is kint van a szobámban, a falra van felakasztva. Ő egyébként nem igazán tudott citerázni, csak egy-két nótát el tudott verni, így mondta, a tamburáján. Viszont nekem nem is innen jött ez az irány, hanem amikor először a citera hangját itt a művelődési központban, a színházteremben hallottam, akkor én kijelentettem, hogy én ezt szeretném majd csinálni, én citerás szeretnék lenni. Ezt mondtam az anyukámnak, és akkor 3 éves voltam. Tehát ezt, éppen ezt akartam így közbevetni, hogy hát 3 évesen azért még nem nagyon alakulgatnak ki ilyen dolgok. Igen, én nem emlékszek nyilván erre, viszont az anyukám emlékszik, mert hogy ez elég nagy dolog, hogy egy 3 éves ilyet mond. És mondta, hogy ráadásul kisgyerekek citeráztak gyerekdalokat csoportosan, és amikor befejezték, akkor tapsoltunk, és közben mondtam neki, hogy én amúgy ez leszek majd. És mondta, hogy hát jó. És akkor ez most már megvalósult, és hát nagyon sok minden más egyéb mellett ez egy nagyon szép zenei pályaívet rajzol fel az elkövetkezendőkben, hiszen még oly fiatal, tehát még tényleg a pályája legelején tart, és már annyi minden van ön mögött. Tehát 3 éves volt. Aztán, hát gondolom, akkor kezdődött az, hogy na jó, akkor a Maklári Baját, ha jól igen. gondolom, tehát akkor ugye ott eleve ott volt a zenei tanszak, tanárnő, hogy volt ez? Kömíves Edit volt, úgy gondolom. Igen, Kömíves Edit volt az első citera tanárom. Őt nagyon szerettem, és ő nagyon-nagyon jó tanár. Most is visszajött ide a zeneiskolába, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek, aki citerázni szeretne. És ő tanított, azt hiszem, 3 évig, 7 évesen kezdtem, és akkor utána elment az a lényeg, hogy már nem tanított tovább itt, és kaptam egy másik tanárt, és hogy mennyit számít a tanár maga, én akkor abba akartam hagyni magát a citerázást. Azt mondtam, hogy én soha többet nem akarom ezt, nem leszek citerás, akkor kezdtem el néptáncolni, és mondtam, hogy inkább a néptánc akkor. Uh-huh. És hát természetesen
Már egészen az elejétől jártam versenyekre, egy fél év citerázás után, 7 évesen már Edith néni küldött engem versenyekre, és mindenhol látszódott, hogy van hozzáérzékem, sikereket értem el, és senki nem akarta, hogy abba hagyjam, de egyszerűen már így nem szerettem. És akkor kiderült, hogy Edith néni Dorogon tanít, és én hát akkor 7. osztályos voltam, és heti 3-szor jártam át Dorogra busszal, és ráadásul pont akkor csinálták Dorog és Böszörmény között az utat, és volt olyan, hogy 1 órán keresztül busz se jött, meg késett, nagyon, nagyon rossz volt. És 1 évig átjártam heti 3-szor Dorogra, csak azért, mert Edith néni. És utána visszajött Nánásra, hogy következő évben, mert innen meg elment a másik tanár, és a dorogiak is jöttek utána. Úgyhogy utána következő éppen a dorogiak jártak Nánásra. Tehát ezért hittem én annak idején azt, hogy te tulajdonképpen Hajdú Dorogi vagy, mert hogy én mindig láttalak Dorogra menni, mondom, biztos átjártam. No, tehát ez volt az általános iskola. Igen. Innen gondolom, hogy egyenes út vezetett Nyíregyházára, a művészeti szakgimnáziumban. Igen, 5 évet jártam Nyíregyházára. Ott 4+1 éves a képzés, itt Dragony Gábor tanított. Citera főtárgyasként felvételiztem, és éneket kaptam meg, B-tárgyként népi éneket, Bárdos Ildikó tanított, és emellett itt kezdtem el kobzolni. Hát igazából önszorgalomból, meg saját magam tanítva ilyen útmutatásokkal, mivel nem volt koboztanár az iskolába, ezért a MOL pályázat által sikerült egy kobozt vásárolnom, és onnantól kezdve magamtól tanultam, meg videókból, meg eljártam kurzusokra, és a citera tanáromnak mutattam mindig, amit csináltam, és ő zeneileg tudott így hozzáfűzni, ugye, hogy mint zenész, de nem úgy, mint kobzos. Úgy tudott engem segíteni, és aztán úgy igazán a Zeneakadémián tudtam elkezdeni olyantól tanulni, akinek a koboza a főhangszere. De hát a középiskolás évei alatt, amit ugye már egy kicsit utaltunk rá, hogy elég sok versenyen, megmérettetésen részt vett, és hát aranyminősítés meg első helyezések azt hiszem nem is kevés volt ebben az időszakban. 1-2 azért jeles alkalom volt ezek közül. Igen, például ilyen a Vas Lajos nagydíj, és a Kóta minősítésen belül az Aranypálba nagydíjat is sikerült 2016-ban elnyernem, meg számos versenyen részt vettem, azt hiszem, hogy szinte az összes népzenei versenyen megfordultam, és hogy ezeken rendszeresen ilyen havi szinten jártam versenyekre, ennek köszönhettem aztán a nyertes pályázatokat, hiszen ezeket versenyeredményre kaptam, és nagyon jó volt, és most is a tanítványaimnak, hiszen egy ilyen iskolában tanítok, mint amilyen a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium, csak Budapesten, és nekik is mindig mondom, hogy menjenek, versenyezzenek, és ne feltétlen azért, hogy első legyek, és hogy, hogy én nyertem meg, hanem azért, hogy megismerje őket a szakmai zsűri, beszélgessen velük, megismerje a kortársait, és én ezt csináltam, meg aztán persze pályázatokat nyerhessenek. És én ezt csináltam, hogy rengeteg zsűrit megismertem, rengeteg nagy nevet, és már például a Zeneakadémián emiatt úgy vártak a felvételin, hogy tudták, hogy ki vagyok. És mondták, hogy jaj, szia, Anikó, jöttél felvételizni? és nem úgy, hogy innen azért nagyon távol Budapesttől, hogy egyáltalán nem mozogtam ott, és nagyon nehéz innen bekerülni. Viszont, hogyha az ember tesz érte előtte, és így folyamatosan építgeti, például ezek által, a versenyek által, akkor így is fogadhatják. Túl azon, hogy szakmailag megismerik az ember, azért talán azt gondolom, hogy egy olyan fejlődést is elindíthat, tehát plusz dolgot tud adni egy versenyre való felkészülés, mint ha csak simán órákra készülne, vagy beszámolókra, vagy meghallgatásokra, vagy valami, hiszen ott azért valami pluszt kell tudni adni, hogy jól szerepeljen, és ez a fejlődést szolgálja. Igen, igen. És a versenyek által színpadi rutint is szereztem. No hát, ez sem mindegy. Igen, igen. És voltak olyan versenyek, ahol 5 percet kellett játszani, volt, ahol 15-öt,
És hogy ezeket is hogy kezelje az ember, és már például az utolsó két évben is, amikor a középiskolába jártam, már nem azt kellett gyakorolnom, hogy egy blokkot, egy összeállítást kigyakorolni, persze az is ott van, de hogy az már olyan adott volt, hanem az, hogy nézek ki a színpadon, hogy megyek fel, ilyenekről kellett beszélgetni, tükörbe kellett gyakorolni, hogy viselkedek a színpadon, milyen az arcom, mikor nézek ki, hova nézek, és utána ezeket is. Mindig, amikor színpadon álltam, azt is felvetettem valakivel, és visszanéztem videón, hogy nézek ki, hogy viselkedek, és ezt fejlesztettem. Hát igen, amíg nincs önálló stylistja az embernek, tehát aki odafigyel mindenre, addig ezt saját magának kell menedzselnie, és valóban tehát a színpadi megjelenés, aki színpadra feláll, annak ez nagyon-nagyon fontos, mert ez is egy része a sikernek tulajdonképpen, tehát öltözék, viselkedés és mindenféle fajta dolgok ezekhez hozzátartoznak. No, tehát sikerült az érettségi, gondolom, nagyon jó eredménnyel, igen. És akkor utána, hát említette, hogy egyenes út a Zeneakadémiára, ott már ismerősként fogadták, de azért Budapest, a főváros azért kicsit másabb, mint mondjuk a megyeszékhely Nyíregyháza. És hát beszélgetünk erről, egyedül volt. Hogyan fogadták ott önt? Hogyan tudott egyáltalán elboldogulni? Hiszen kollégiumba került, de említette, hogy igazából abban azon a szakon kevesen voltak, amire ön járt, illetve hát jár. Igen, ezen a Citera Kobosz Tekerő Népzene Elmélet szakon, ezen egyedül vagyok az évfolyamon, és a kollégiumban pedig nagyon kevés a népzenész, hiszen itt vannak jazzzenészek, klasszikus zenészek is, egyházzenészek, mindenféle, és felkerültem a fővárosba, és kinyílt minden, ugye lehetőségek tárháza, de hát élni kell a lehetőséggel, és én nem is jártam haza hetente, hanem havonta egyszer megfordultam itthon, mert olyan programok vannak folyamatosan Budapesten, hogy az ember nem hagyhatja ki. És én is ezt éreztem, hogy muszáj mennem, és nagyon nehéz volt, mert egyedül voltam, nem ismertem a várost, úgyhogy folyamatosan mindenhova GPS-szel mentem, és egyedül. És ezek általában Kobozzal tudtam menni ilyen helyekre, táncházakba mentem, moldvai táncházakba. Mindig megfogtam a hangszeremet, és bekérezkedtem a zenészek mögé, hogy én is zenélhessek zenekarral. Volt, ahonnan elküldtek, onnan hazamentem, többet nem mentem, viszont volt pár zenekar, akik meg szívesen fogadtak. És egy fél év alatt rengeteg embert megismertem, és rengeteg emberrel zenéltem együtt, és elkezdtek hívni. És ekkor ütött be a Covid. Hát ugye erre még azért majd térjünk vissza a Covidra, de ugye a Helka együttes, ez két éve megy, tehát ez még Covid ideje alatt, vagy már előtte alakult ez, hát a kapcsolat? Hát másfél éve, tavaly nyáron kezdtünk el együtt zenélni, és a debreceni kis Helgát, akinek a művész neve Helka, és innen jön a zenekarnév, őt ismerem, mint citerás, már régről, meg a kollégiumban is ő is ott lakott. Ja, tehát akkor ilyen közvetlen kapcsolat. Igen, is igen, volt. Meg az egyetemen is azt hiszem 3 évvel járt felettem. Szóval meg tényleg 14 éves korom óta körülbelül ismerem őt, mint citerás, és ez is annak köszönhető, hogy eljártam sok helyre, mert ő Békés Csabán tanult, szóval egy harmadik messze, és így ismertük meg egymást, és mivel én aktívan jártam zenélni, és mindenhol megfordultam, látta, hogy zenélek, így hívott a zenekarba. Az Óbudai Fonó, a zeneház, tehát itt örömzenélés. Na most itt ugye citera, koboz, vagy csak citera van? Ez csak citera. Csak citera. De hogy sikerült a pesti népeket a citerához hozzá édesgetni? Mert gondolom, hogy azért annyira nagyon nincsenek ezzel jó barátságban, vagy legalábbis annyira nem volt fogadókészség, de aztán lett. Ez úgy indult ez az ötlet, hogy a Fonóban ott vannak ilyen örömzenei programok, és még amikor elsős voltam, és a Covid előtt eljártam itt helyekre, az egyik program az ez volt nekem, a moldvai kobzos örömzene, és oda a kobozzal mentem.
De van mindenféle vonós örömzene, tekerős örömzene, mindenféle. És citerás ez nem volt. És én nagyon meglepődtem, hogy felkerültem Pestre, és egyetlen egy hely volt Szentendrén, ahol citerás koncertek voltak rendszeresen, viszont Budapesten semmi. Semmi, ami citerával kapcsolatos. És hogy lehet az, hogy a citera ennyire népszerű hangszer, ugye itt is látjuk Nánáson is, mennyien citeráznak. Ez vidék. Igen, viszont a maga a népzene az Budapesten nagyon élő. Ott rengetegen járnak népzenei programokra. És hogy a citera az meg kimaradt ebből az egészből. És ekkor jött az ötlet, hogy akkor én szervezek egy citerás örömzenét, és a Szlama Laci, aki a Zene Akadémián a kobosz tanárom, ő segített ebbe így kapcsolatokat szerezni ehhez, és végül ketten sikerült elérni, hogy legyen havi egy citerás örömzene a Fonóba, úgyhogy ez 19-ben vagy 20-ban volt, 2020-ban volt az első örömzene. Aztán a Covid ezt megszakította, viszont most tavaly szeptember óta havi szinten működik. És jönnek is citerások, én is természetesen főleg a Facebookon hirdetem, mindig van Facebook esemény is, meg különböző citerás csoportokban megosztom. És jönnek általában, ugye ilyenkor mindenki citerával jön hangszerrel, és együtt zenélünk. Általában ilyen 10-15-en vagyunk, és most is például szeptember óta szinte minden hónapban más arcok is voltak, hogy így cserélődünk, nem csak ugyanazok az emberek jönnek, és mindig nagyon jó hangulatban telik, vannak kezdők, teljesen kezdők, vannak például zeneakadémisták is néha eljönnek, meg az én tanítványaimat is szoktam hívni, ők is volt már, hogy jöttek, és próbálom a szintet úgy igazítani, hogy kezdünk ilyen kezdőbb dalokkal, egyszerű dallamokkal, és a végén pedig már olyanokkal, ami mindenkinek az igényeit kielégíti, és akik profin játszanak, ők is tudják élvezni, és ők is jöjjenek legközelebb is. Ugye itt már többször szóba került a Covid, tehát ugye itt leállt akkor ugye minden közösségi alkalom, de hát szót váltottunk arról, hogy gyakorlatilag nagy kár lett volna veszni, hagyni azt a kapcsolati tőkét, ami már addigra kialakult. Ezt hogy lehetett fenntartani? Hogy azért ez ne vesszen kárba, mert én is idő nagyon volt ez a másfél-két volna. Év majdnem. Igen, hogy kiépítettem egy kapcsolatrendszert, és ezt hirtelen megszakítja az, hogy nekem haza kellett jönni. Persze mindenkinek, viszont én ilyen alkalmakkal se tudtam senkivel találkozni, akiket ott Pesten megismertem, és akkor jött az ötlet, hogy csinálok egy YouTube csatornát, és oda töltök fel különféle videókat. Itthon úgyis rengeteg időm volt, és így legalább megtapasztaltam azt is, hogy kell felvételeket készíteni, hogy kell videót vágni. Persze ez nagyon amatőr, amit én csináltam, viszont saját magam meg YouTube videókból megtanultam, hogy ezeket hogy kell elkészíteni, és saját zenei ötleteket játszottam fel, és heti szinten töltöttem fel új videókat. És ezután jött az oktató videó ötlete, és akkor pedig havi egyszer egy tájegységet feldolgozva 10 videót töltöttem fel, és ebből készült azt hiszem 7 talán. Szóval, hogy 70 dallam ilyen oktató videó van fent egy csatornámon. És akkor követők is természetesen vannak. Igen, lett sok követő, és nagyon sok visszaigazolás, felhívtak különböző citeratanárok, akiket így megismertem, és mondták, hogy mennyire jó, amit csinálok, és tanítanak belőle, és használható. Úgyhogy nagyon sok pozitív visszaigazolás jött, hogy jó ez. Meg most is egyébként a tanításhoz is használom, hogyha mondjuk valaki beteg, nem tud jönni, akkor átküldöm egy videót, hogy akkor következő órára innen tanulja meg, és akkor végül is nem marad el az óra, és nem lesz kimaradás.
Tehát akkor ez az online oktatásnak is egyfajta formája volt. Igen. Tehát sok mindent ki kellett találni ahhoz, hogy az élet ne álljon meg ez alatt a másfél szűk két év alatt. Tehát ahogy így hallgatom most, az jár a fejembe, hogy olyan rövid idő alatt a tanítványból tanító lett, tanár lett. Hiszen még igazából nem végzett a Zeneakadémián, de ugye már tanít a középiskolában. Hogyan fogadják önt? Hát középiskolások, tehát azért már kamasz, inkább már nagy kamaszkorban levő fiatalok. Igen. Van egyébként, mivel OK-s képzés is folyik az iskolában, van olyan tanítványom, aki csak egy évvel fiatalabb tőlem. Hát érdekes a szituáció. Tudni kell nekem is kezelni, meg nekik is. És nekem is nagyon oda kell figyelni, hogy én egyébként közvetlen ember vagyok, meg nem szeretem az ilyen nagyon kocka dolgokat, szóval tegeződünk. Három lépés távolság tanár és tanítvány között. Igen, hanem minél közvetlenebb szerintem ez, ugye egyéni órákat tartok, ketten vagyunk egyszerre bent, és hogyha felállítunk ilyen falakat, szerintem sokkal nehezebb fejlődni. Úgyhogy szeretem, ha közvetlenek vagyunk, viszont egyszer-kétszer átesnek ők természetesen, amúgy is ők meg feszegetik a határokat, és néha átesnek is, volt olyan már, hogy kellett mondanom, hogy nem vagyunk barátnők, úgyhogy, hanem tanár-diák, attól függetlenül, hogy jól érezzük magunkat az órán, tegeződünk, és közvetlenül beszélgetünk, attól még én vagyok a főtárgytanár, és hogy ide gyakoroljon, és hogy ne használjon esetleg olyan szavakat, mondjuk csúnya szavakat, ilyen is esett már. Egy kis viselkedéskultúra. Igen, hogy így tartsuk magunkat. Ezt igen. is próbálom nem ilyen szidva mondani, és általában használ. Használt. Tehát használ a megöntözés, úgymond. Igen. Ugye önt nagyon hamar felfedezték, tehát tényleg versenyeken mindenhol. Tehát a tanítványai közt, tehát már ön az, aki meg tudja talán állapítani, hogy igen, ő nagyon tehetséges, és van továbbfejlődési út. Vannak ilyen tanítványok? Igen van olyan tanítványom most, aki nagyon tehetséges, és most nyert is versenyt. Küldtem versenyezni a tanítványaimat most novemberben Dévaványára, Kádár Ferenc Országos Népzenei Versenyre, aholva még én is eljártam. Annak idején szintén jártam. Igen, azt hiszem háromszor voltam. és az egyik tanítványom meg is nyerte a fődíjat, és mindannyian sikeresen szerepeltek, és nagyon jó élmény volt, és aztán, amikor hazajöttek, nagyon megköszönték, hogy én elküldtem oda őket. Mert hogy ez fontos, tehát ugye a tapasztalat, a saját élete tapasztalata továbbadása az egy nagyon igen. fontos. Igen. Mint említette itt a legelején. Mindemellett, tehát a számtalan gyakorlati elfoglaltság mellett, ugye ír át darabokat, dalokat, citerára, tehát más hangszerre írt a darabokat, meg hát más népek zenéjével is foglalkozik. Gondolom ez is fontos. Saját maga épülésére is, de gondolom az oktatás területén is. Igen. Énekes és vonós vagy más hangszeres gyűjtéseket szoktam lejegyezni és átírni citerás hangnembe, citerára megfelelő díszítésekkel, hogy azt úgy könnyen le tudjuk játszani, mivel kevés citerás gyűjtés áll rendelkezésünkre. Régen, mivel mindenki tudott citerázni, mindenkinek volt. Úgyhogy mindenki hangszere volt. Igen, mindenki hangszere volt. Ezért a gyűjtők úgy voltak vele sokszor, hogy inkább az érdekességeket veszik fel. Hogy citerázni mindenki csak egy kicsit tudott, hogy elpengedgette, de hogy nem profi hangszer volt. És ezért ezt nem annyira vették fel ezeket is. Ezért most nekünk nagyon kevés gyűjtés áll rendelkezésünkre, és ez tényleg 3-4 év alatt az összes citerás gyűjtést meg lehet tanulni, ami van bőven. És akkor jön a kérdés, hogy akkor mit, vagy hogy. És innen jött nekem az ötlet, hogy ne csak
énekes dallamokat, egyszerű népdalokat játszunk le citerán, hanem aki már profibban játszik, és gyors a keze, olyan a technikája, akkor mindenféle mást is, amit mondjuk vonószenészek játszottak. És azt úgy, hogy viszont eljátszható legyen citerán. És akkor innen jött az ötlet, hogy különböző tájegységeket veszek, az oktató videóknak is ez a lényege, az is ilyen alapon működik. És veszek tájegységeket, és azokat az ottani táncrend alapján sorba rakom a dalokat, és díszítésekkel, ilyen vonós díszítésekkel citerára leírom kottaíró programba. Azok egyelőre nekem vannak meg, a tanítványaimat is ebből tanítom, meg hogyha valaki kér, akkor valami konkrétat, akkor abból szoktam válogatni, mert hogy itt több száz kottáról van már szó. Egyáltalán mikor van ideje egy kicsit kikapcsolódni, és ha már itt tartunk, a szabad idejét mivel tölti, hiszen gondoltam reggeltől estig zene, valamilyen formában. Mi a kikapcsolódás, illetve a népzenén kívül milyen zenét szeretnék? Hát ezek a legnehezebb kérdések. De van egyáltalán szabad idő például? Nem igazán. Nem igazán. Nincs igazán szabad időm. Hogyha van, akkor barátokkal ülünk össze, beszélgetünk, társasjátékozunk, ilyesmi. Meg mivel egy kollégiumban élek, ott azért esténként össze szoktunk ülni, beszélgetni, de úgy szabad időm az nincs. Hogyha van, akkor egy nap, akkor hazajövök. És van két unokaöcsém, és velük vagyok, most is a szünetet velük töltöm éjjel-nappal. A nagyobbik, ő 2 éves, a bátyámnak a gyereke, és ő imádja a citerát, a kobzot. Na, akkor már megvan az utánpótlás valamilyen igen, szinten. Igen, és ő már fogja a pengetőt, mondja, hogy pengető, mondja, hogy hangolókulcs, pengeti a citerát a pengetővel. Úgyhogy, és 2 éves most töltötte be a 2-t. Majdnem ott jár, ahol annak idején ön 3 éves korában. Igen, igen. No, hát biztos nem véletlen. Igen, úgyhogy ő nagyon szereti, és ezzel szórakozunk most itthon. Másra nem igazán szokott időm lenni. Azért kérdeztem, mert hogyha ezt így szép sorjába rakom, hogy egyrészt tanít, átír dolgokat, és még ugye még a megzenésített versekről nem is beszéltünk. Mert hogy az is igen, van a repertoárban. No, egy-két mondatot még igen, erről. Hát itt főleg a Covid alatt, amikor meg rengeteg szabadidőm volt, akkor jött ez az ötlet, hogy én nagyon szeretem a verseket, régen versmondó versenyekre is jártam még általános iskolás koromban, és hogy valamit így össze kéne kapcsolni. És akkor jött ez az ötlet, hogy én is megpróbálkozok ezzel, és nem is tudom hány verset, elég sokat, sok fent van a YouTube-on, pár nincs, és csak leültem, elkezdtem játszani, közben néztem a szöveget, és így születtek meg ezek a vers megzenésítések. Mert hogy a versnek is dallama van tulajdonképpen. Igen. Igen. Főként úgy mondjuk a klasszikusokat. Véve a szabad versek meg azért jó, mert azt meg úgy lehet hajlítani. Úgy lehet így formázni, ahogy szeretnél. Ahogy éppen szeretné. No. A versenyeket említettük most legutóbb, elmúlt év vége, vagy ez év eleje, szintén a MOL tehetség támogató programjában szintén igen, támogatást nyert. Ebből, hiszen tudom, hogy eddig minden nyereményét valamilyen hangszerbe fektette. Igen, most a nyáron egy tekerőt vásároltam, és ugye a Zeneakadémián a szak, amire járok, az a citera kobosz tekerő népzenelmélet szak, és most a második fél évtől, februártól fogok elkezdeni tekerőzni végre. Most már van fél éve hangszerem, hát már próbálgattam, de nyilván egy szakember szükséges ahhoz, hogy jól fogjam, jól nyomjam a hangokat le. Úgyhogy februártól elindul a tekerő is. No, ha már februárt, jövő év elejét említettük, a beszélgetésünk elején szó esett arról, hogy egy jelentős program is lesz. Igen, február elején a MÜPA-ban lesz egy szóló koncertem, ami pont már jött a kérdés, csak átugrottuk, a különböző népek zenéje, a témája a koncertnek,
és mindenféle népzenét fogok egyedül citerán játszani, csak citerán. Lesz szlovák, román, ilyen balkáni népzene, ír népzene, cigány népzene, ukrán is, úgyhogy mindenféle népzenét egy órás koncertben. Azért ez nem kicsi dolog, gondolom, tehát egy ekkora, tehát egy órás koncert azért az már egy jelentős a MÜPÁ-ban. Tehát volt már ilyen nagy koncertje egyébként, ilyen szóló koncert? Nem tudom. Nem tudom. Volt még Nyíregyházán, amikor végzős voltam, egy koncertem. Ott volt viszont több közreműködő, most nem lesz. Ez csak szóló. Úgyhogy igen, ez most így nehezebb lesz. Ez egy jelentős dolog, én azt gondolom, és minden bizonnyal, akik megszervezték ezt, akkor igen, nagyra becsülik az ön tehetségét, hiszen egy óra azért az nem kevés. Igen. Most és főleg a citera, tehát, mint ahogy beszéltünk is róla, annyira nem ismert a fővárosban. Igen. Most erre készülök is erre a koncertre, meg persze énekelni is fogok, úgyhogy több nyelven, ez most igazán nagy kihívás, de már nagyon várom ezt a koncertet, meg hogy végre összeálljon az anyag, mert még kell tanulni, gyakorolni. Van egy kis idő, igen, azért de még van egy hónapom. Van még egy bő egy hónap. Anikó, nagyon fiatal. Ilyenkor még általában a szülőföldhöz ragaszkodás az talán kevésbé kerül előtérbe, hiszen azért elmondta, hogy amikor felkerült Pestre, kinyílt a világ, és számtalan lehetőség kínálkozott, és kínálkozik a mai napig is. De meg tudnál ezt nekem fogalmazni egy-két mondatban, hogy önnek mit jelent önnek hajdunálás? Mert hogy azért valahol mindenkinek, persze idősebb korban fogalmazódik ez meg. Igen. Én szerettem itt felnőni, és nekem nyilván az otthont jelenti, a családot. Mert mindenkim, nagyszüleimtől kezdve a szüleim, a testvéreim itt vannak nánáson. Meg talán a legfontosabb a zene kezdete. Az itt volt, és ez a akárhányszor eljövök itt a művelődési központ előtt, a színpad jut eszembe, a színházterem, hogy mennyit álltam ott, azon a színpadon, és lehet, hogy ott álltam először színpadon. Elképzelhető. Igen, és hogy ez is mennyi lehetőséget adott, hogy egy ilyen nagy színházterembe, ilyen nagy színpadon ilyen sokszor állhattam. Az a kicsi lány. Igen. Igen, hát ezek felejthetetlen emlékek, és azt gondolom, hogy ezek mindig ide fogják majd, a gyökerek mindig ide kötik. No, Anikó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó volt önnel beszélgetni, jó volt ezt a sok mindent megtudni, ami azért a hétköznapokat jellemzi. Kívánok még egyszer nagyon sok sikert az elkövetkezendő évekhez, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat hallunk még önről. Köszönöm szépen. Mert hogy ez a pálya, ha ne adj Isten, nem történik bármi, ez nagyon szép kinyílás fog majd eredményezni. Kívánunk ehhez sok erőt, egészséget, kitartást és sok-sok élményt, mert azt hiszem, hogy abban nincs hiány. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.